Réperben valamennyi gyors billentyű megtalálható a felső legördülő menü sorokban, vagyis amikor a view-ra kattintunk és a különböző nézetek közül választunk, akkor minden egyes funkciónak elérhető közvetlenül a gyors billentyű parancsa. Az insertben is megtaláljuk, az itemekben is a különböző parancsoknál, valamint a track kialakításoknál is. De lehetőségünk van, Előre elkészített túlbárokat vagy össze, menüsort összeállítani. Alapvető menüsor a TCP panel tetején, vagyis a sávvezérlő fölött található. Ezek előre dedikált ö, gyári ö, funkciók, amelyeket gyorsan elérünk gombok segítségével, de lehetőségünk van a saját gombokat is, akciókhoz létrehozni, valamint lehetőségünk van akciókhoz gyors billentyűt párosítani. A MIDI esetében van legtöbbször olyan funkció, amikor érdemes egy gombos megoldásokat használni. Betöltöttem egy virtuális instrument sávot, arra egy spire-t és az egyik nagyon jó plug és most játszunk fel valamit, ugye metronom bekapcsolása, jobb klikket nyomunk a metronomon, ellenőrzöm, hogy a kántén az be van a kapcsolva, megtörtént, vagyis kimegyünk az elejére, felvétel indul. Amikor ez megvan, szép. Duplán rákikkelünk, klikkelünk, és most jön a szokásos szerkesztési művelet, hogy kvantálni szeretnénk, egyforma hosszúságúra szeretnénk mindegyiket, majd pedig a velocity értéket is öö, mindegyiknek egyre állítjuk. A kvantálási műveletre rákattintunk, ez ugye a Q betű, nyomunk egy OK gombot, ez egy művelet. Utána a kommandalval kijelöljük az összeset, majd pedig jobb klikket nyomunk, és a Note Velocity-t átállítjuk mondjuk 120-ra, ez egy 2-es, 3-as művelet, és utána pedig mindegyiknek a hosszúságát szeretném beállítani mondjuk rövidre, vagy pedig sokkal hosszabbra, ez egy harmadik negyedik, ötödik művelet, ami mondjuk ugyanez a, ez a gomb lenne. Most, ha a Command Z-vel vagy a Control Z-vel visszamegyünk az eredeti állapotra, amikor még se nem kantáltunk, se nem midi hosszúságot nem állítottunk be, lehetőségünk van, ezeket a műveleteket egy gomnyomásra létrehozni, úgy, hogyha itt a túlbáron, a Roll szerkesztőben, Customize túlbára Kattintok, és létrehozok egy előre elkészített akciólistát. Igen ám, de mi az én akciólistám? Azt most még nem hoztam létre, tehát ki kell választanom. Akció, akciólista, és ki kell választanom a listában, hogy MIDI Event, vagy MIDI Editor. MIDI Editornál akciólistára kattintunk Custom Actions, vagyis New, beírjuk, hogy ve legyen az a neve, hogy 11, 12, 22. Baloldalt a MIDI funkciókat, illetve a MIDI paraméterezhető adatokat, beállításokat látjuk. Csinálunk egy olyat, hogy Select All. Már is Select All MIDI Notes. Select All MIDI Notes. vagyis ezt áthúzzuk. Jön a következő, quantize, quantize, mindegyik nótot quantálja 16-odra. Utána jön a következő, hogy a note length, hogy a nót hosszúsága legyen mondjuk mindegyik nem delete, hanem edit, sell, set note length mondjuk 16-odra, de legyen egy nyolcad és oké OK nyomunk. És bezárjuk. Vagy run, vagy close. Ha run állítjuk, akkor azt a művelet sort, amit mi az előbb beállítottunk a 1122 néven, végre is hajtja, és bezárom. Vagyis visszamegyünk, Ctrl-Z, 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 dupla kattintás, és kezdhetjük előről. Akció, akciólista, és most kiválasztjuk a 1122-t, de nem a mainben, hanem a midi editorban, ahol létrehoztuk, rákattintok, és azt mondom neki, hogy ezt futtassa -e le, rán. Mindegyiket ütemre húzta, mindegyiket egyforma hosszúságúra állította, és tulajdonképpen ez kész is. Ha én továbbiakban szeretném szerkeszteni ugyanúgy még ezt a az akció listát, akkor kattintva ki tudom választani. Display Quantization az nekünk nem jó, hanem jó, hogy kiválasztom ezt az akciót, kiveszem, és quantiz lesz még ilyen, hogy Quantize 116 a pozícióját szeretném, nem a megjelenítését. Oké, nyomok, és most Run és Close. Már is mindegyiket betette pozícióba. Ha együttesen szeretném a velocity állítani, akkor azt végre is hajtotta. Ezt, hogyha én szeretném egy gombra kitenni, akkor arra is lehetősége van. Jobb klikket nyomok. Customize toolbar. Add, vagyis most bedobhatok egy általam előre elkészített vagy mások által elkészített scriptet. A scriptem, illetve az akciósorom nem más, mint a 1122. és ezt select and close-zal kiválasztom, és láthatom, hogy a custom 1122 bekerült a végére a listának. Most, ha nyomok egy szévet, akkor az ide meg is jelenik, és nyomok egy close-t, már is ö, ide betöltésre került egyedi túlbárként. A Command Z-vel a itt visszaállítom az eredetileg feljátszottra, sőt itt még kvantálva van, úgyhogy ezzel egyel előrébb, így és most, hogyha rányomok a 11.22-re, akkor azok a műveletek, amiket beállítottam, automatikusan végrehajtásra kerülnek, vagyis kijelöli az összes midi notot, kvantálja 1 per 16-odra, és a hosszát beállítja 1 8 -odra. Készen vagyunk. Innentől kezdve már csak egy lépésem az, hogy a Note velocity 127-re állítsam. Igen ám, de lehetőségem van akár a Note Velocity-t is fixálni és betenni az akciósorba. Ha azt beteszem, onnantól kezdve a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik lépést is bármikor az akciósorozatom közé tudom tenni, majd pedig azt kitenni ide egy gomnyomással. Ha szeretném ezt az egész műveletet, a 110, vagyis mi ez? es műveletet, amit az action listában találok, szeretném gyors billentyűvel elérni, akkor beírom a keresőjébe, a MIDI editoron belül, vagy 1122, és ehhez hozzá szeretnék egy gyors billentyű kapcsolót állítani, akkor azt itt a bal alsó sávban tudom megtenni. Nyomok egy eddet, és itt most várja a Reaper azt, hogy melyik billentyűt, vagy pedig MIDI vezérlőt fogom lenyomni ennek a funkciósorozatnak az elvégzéséhez. Most kiválasztok egy teljesen idiót, tehát Command, Option, Shift, mit tudom én, K betű. Biztos, hogy nincs ilyen. Nyomunk egy OK-t, OK nyomunk egy Run and Closed, Ugye ez már végrehajtásra került, de most visszamegyünk szintén abba az állapotba, amikor felvettük. Így állunk, és most, ha nem is jövök ide be, és megnyomom, már ki is írja nekünk a Reaper, a Command Option Shift K gamsorra tudom ezt érvényesíteni, tehát az egérrel még csak rá se kell kapcsolnom, vagy nyomnom, Command Option Shift K, a művelet végrehajtódott. Gyors gombokat, biztosító túlbárokat, több fajtát is létre tudok hozni. Az Eranger felületen a sávkezelő felett létrehozok hozhatok 16 darabot, a piano pedig plusz 8 darabot. Ezeket az F gomb megnyomásával tudom elővarázsolni ahogy megnyomom az F gombot, akkor megjelenik nekem a felső további toolbar lehetőségem. Ha azokat nyom, jobb klikket kattintok, akkor a Switch toolbarban ki tudom választani a Main túlbárt, már előre elnevezett audio vagy krumpli megnevezésű túlbárt, és további összesen 16 darab túlbárt tudok kialakítani itt. De lehetőségem van ugyanezeket a túlbárokat módosítani, összesen 8 darabot lent a pianorólban is.